szakmai konferenciát tartottak a házi segítségnyújtás változásairól a térség szociális intézményeiben dolgozók számára Nyíregyházán. Ez a fajta szolgáltatás azért fontos, mert az elmúlt években megváltoztak az igények az idősebb korosztály tekintetében is. A többség már nem választja a bentlakásos otthonokat. Ezért fejlesztik inkább az alapszolgáltatásokat az intézményi helyett, hangzott el a fórumon. A legutóbbi januári adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy hónap alatt közel 19 000-en vették igénybe a házi segítségnyújtást, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának főosztályvezetője. Több mint 10-szeres szorzó különbséget látunk a legkevesebb szolgáltatást nyújtó, legkevesebb ellátottat gondozó megye és a legtöbbet gondozó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között. Tehát itt ez a megye az, aki maximálisan vezeti a listát, és iszonyatosan nagy számban nyújt segítséget ezzel a szolgáltatási formával. Az egyik legnagyobb változás 2017-től, hogy elkülönül a személyi gondozás és a szociális segítés, valamint a gondozottakra járó normatív finanszírozás is. A személyi gondozás esetében ez 210 000 forint lett évente személyenként, míg a szociális segítés állami támogatása 25 000 forint. Ez korábban összesen 145 000 forint volt évente egy főre. Személyi gondozást azok kapnak, akiknek gondozási szükséglete van, ezt egy külön szempontrendszer szerint mérik, de meghatározza a jogszabály, hogy például a 65 év feletti egyedülállók, a 70 év felettiek, akik olyan lakáskörülmények között élnek, azok, hogyha nincs is gondozási szükséglet, akkor igénybe vehetik az úgynevezett szociális segítést, ami igazán változás most január 1-től, hogy a finanszírozása megváltozott, tehát az állam jóval nagyobb összeggel támogatja a gondozási feladatoknak az ellátását és a segítését, a szociális segítését pedig egy kisebb mértékben. További változás, hogy a szociális segítésben szakképzettség nélküli munkatársakat is alkalmazhatnak. Ők intézhetik például az idős embereknél a takarítást vagy a bevásárlást, míg a szakképzett munkatársak végzik a személyi gondozást. A napi gondozási szükséglet ideje is megváltozott januártól. Eddig kötelező volt a legalább napi 1, legfeljebb 4 óra házi segítségnyújtás. Most már ez is rugalmasabb. Az idős ember egy vizsgálaton esik keresztül, egy úgynevezett értékelő adatlapot veszünk föl esetében. A házi orvos és a szociális szolgáltatás vezetője különböző mutatók alapján, különböző vizsgálati szempontok alapján közösen határoz meg egy végleges pontszámot. Ez a pontszám megmutatja azt, hogy milyen szükségletekkel rendelkezik az idős ember, és hogy körülbelül milyen területeken, milyen mélységű segítségre van szüksége. Most az adatlap változásával a szociális szolgálat vezetője és a kliens maga közösen beszélik meg és döntik el, hogy ez napi hány órás ápolást jelent majd, mennyire van szükség. Egyes becslések szerint 2050-re 26%-ra nő majd a 65 évesnél idősebbek aránya hazánkban. Ez pedig további kihívásokat jelenthet majd a szociális gondozás terén, hangzott el a konferencián.